Mégis indulhat a brassúi korona az Erzteliga 2021-2022-es idényében, miután a Magyar Jékorong Szövetség elnöksége végül elfogadta a klub méltányossági kérelmét. Az idei szezonkezdés várható dátuma szeptember 17-e. Indulhat a brassói Korona jégkorongcsapata az Erszeliga 2021-2022-es szezonjában, erről kedden döntött a Magyar Jégkorongszövetség elnöksége. Korábban késedelmes nevezésre hivatkozva nem fogadták el a Cenk Alatti Város jégkorongcsapatának indulási kérelmét, és félő volt, hogy a Román Jégkorongszövetség nem engedi a többi erdélyi csapatot sem indulni a Magyar-Román közös bajnokságban. A testület helyt adott a Brassói Korona méltányossági kérelmének, és végül jóvá hagyta a határidőn túli csapatnevezést. Az Ertelig a Facebook oldalán közzétett közleményből többek között azt is megtudtuk, hogy a Magyar Jékorong Szövetség több körben tárgyalt a székelyföldi, illetve brassói érintettekkel, köztük a város polgármesterével is. Alain Kolibán brassói polgármester írásban is elismerte a korona által korábban elkövetett hibákat, és egyúttal elnézést is kért ezekért. Hozzátette, Emilien Csernika, a klubigazgatója helyett az Erceliga felé új kapcsolattartót jelölt ki Mihály Árpád személyében. Ugyanakkor a polgármester érdemi változást ígért a klub vezetésében, illetve a klub nevében vállalta, hogy valamennyi Erceliga szabályt be fogják tartani a többi csapathoz hasonlóan. A 2021-22-es Erceliga szezonban a döntés értelmében végül 11 csapat indulhat. Az idén sorsolását a következő napokban megtartják. A szezonkezdés várható dátuma szeptember 17-e.